polgármesterség az egy színpad. Nálunk van az erő, a hit, és én azt gondolom az éz is. Félelemrendszer az kőkeményen dolgozott itt Esztergomban. Az emberek, mikor meg akarnak nyilvánulni, először körülnéznek, ha csak ketten vagyunk, akkor elmeri mondani a véleményét, ha nem, nem. Diktatórikus vezetési módszereket alkalmaztak, cenzúráztak, embereket figyeltek meg. Úgy tűnt, hogy itt ezek évtizedekre bebetonozzák magukat. Ez nem egy önkormányzat volt, ez nem egy városvezetése volt, személyes érdekeket szolgáltak ki, pont. Az önkormányzatnak van egy elég nagy cégbirodalma. Legjobban ezt a Medgyes Tamás úr tudja, hiszen ő, hogy állította fel ezeket a cégeket. Hogy milyen pénzből működteti a Strigonium ZRT, ezt meg kell kérdezni, különösen akkor, amikor menne tönkre az ő saját vállalatai. Fidesz az úgy apostrofálta a helyzetet, hogy a Tétényi Éva mocskos kezét rá akarja tenni a kasszánkra azért jött ide. Itt a választások után derült ki, hogy olyan kasszáról beszéltek, aminek nem volt alja. A városnak a működés az teljesen lehetetlen élet. Azért azt lehetett tudni, hogy Medgyes Tamás ragaszkodni fog az ő birodalmához. A polgármesternek minden jogkörét megvonta gyakorlatilag a képviselőtestület, szinte az első ülésem. A fideszes képviselők az alapfeladatokat nullázták le, tulajdonképpen megbüntették a város lakosságát. Egyetlen egy megoldást látunk, újra méretessük magunkat. De azon nem segítünk, polgármesternek. Nem is tudják átengedni a hatalmat, mert ez elemi érdekük, hogy azokat a korábbi gazdasági feltehetően visszaéléseket próbálják, hogy mondjam, eltusolni vagy védeni továbbra is. Ők egyetlen egy dologra játszanak, valami módon a Tétényi Évát el lehetetleníteni. Ennél tovább nem mehetünk, hiszen ugye nincsenek munkatársaim, most már lassan hivatalom sincsen. Ők olyat szavaznak, még a abszolút jogszabály ellenes. Ezt a megszavazás pillanatában is tudják. Tulajdonképpen ránk ellenzéki képviselőkre már nem is lesz szükség, mert nélkülünk bármikor összeülnek, nem hívnak meg minket. Büntetlenül megtették azt, amit megtettek, innentől kezdve bármit el tudok képzelni. Na most itt mondom én, hogy Esztergomban vége a jogállamnak. Mi bízhatunk a törvények erejébe jelen pillanatban? Bízhatunk abban, hogy mondjuk itt van van alapszabályok, amik ennek fog senki átadolni? Fogjunk össze. Külön-külön nem fog menni. Rajtunk Esztergomban múlik, hogy tudunk-e esetleg olyan kiutat adni a többieknek, olyan harmadik utat, hogy az összefogás mit tud elérni. Képviselőtársak, azért ez mindennek az alja. Nem szégyelik magukat. Rossz szándékú, szemét, ártó szemponton túlmegy az, amit művelnek.